Szóval beszéljünk az italokról, az ételekről, igen. Saját termésekről van szó. Igen, igen, igen. Tehát arra is visszatérnék, hogy nagyon fontos hitelesség egy településnek. Ha örökölt egy szép történelmi korszakot, egy szép történelmi eseményt, amire büszke lehet az ottani hősök együtt, akkor igenis ezt a hitelességet őrizze és mutassa. Fegyverekben, műsorban, de épp úgy hitelesség a fontos az élelmiszerekben és ellátásban is. Az asztalon láttuk, ugye a szatmári, a szatmárbegi pálinkának egy bizonyos fajtája, ami azért olyan sárga, mert eperfa hordóban érlelten már ugye két éven keresztül, csak a tiszta gyümölcsből készült, tehát szilvából mindenféle adalékanyag nélkül, cukor nélkül készült. Ami nagyon fontos, hogy kell hozzá türelem, hogy a hordóban érlelődjön, kell hozzá egyfajta szakértelem, hogy mikor szedjük, hogy cefrézzük. Egy jó barát, akinek egy jó főzdéje, hogy úgy főzze, hogy azt írjék, türelem ott is és kitartással. Ez az alapja megint csak a jó pálinkának. Hozzá még látok a zacskókban, ugye Tarpai hegyen nő diófáról szeret diót, ami kicsit nincs van pörkölve. Ajánlom a kedves nézőnek, próbálják ki, diót pucolják meg, és akkor vagy forró placon, vagy mi más hasonló helyen pörköljék egy picit, fantasztikus, más zamata, más íze lesz. Igazítsen meg a gyerekeknek is, egy kis mézzel belemártak, pláne nagy kaland lesz. Aztán a másik büszkeségem a berbencei szilva, vagy besztercei szilva, amelybe diót tettünk. Kicsit kézműves, vagy tehát kézi erő igényes, de hogy lekeszed a szilvát egyszer óvatosan, ki kell magolni a szilvát, majd beledugni a dióbe, és elvinni ugye az aszalóba. Ha ez mind megtörténik, kedves Géza és Krisztina, akkor utána két-három éven keresztül olyan finom csemegétek van, amit lehet egy kirándulás bárhová, nem romlik meg, tele van tápértékkel, vitamines egyebekkel. Nem műanyag. És ha már mindezt megettétek, megittátok, a végén kell egy kis tisztítótája vagy gyógytája, ebben pedig azok vannak, tehát bonzalirág, aztán menta levél, egy kis Orbán szűrákban, mert az igazi kis gyógytérkeverék, amit szintén lehet kortyogatni, vagy tisztán, vagy egy kis citromlére is mézzel természetesen. A kétnapos rendezvényen korabeli ruhákban, mint ahogy most téged is látunk, korabeli fegyvereket is bemutatnak ugye az ottaniak. Ezek is azok, beszéljünk egy picit ezekről. Igen. Először a szép mordájról, vagy muskotérról beszélnék, puskáról, amelyet örömmel és büszkén mondom, hogy Tarpai barátaim készítettek. Tehát volt egy minta a múzeumban, elkértük, egyik részét, a fa részét egy ügyes fafaragó barátom, a másik részét egy fiatal kovács rakta össze, és itt van egy példány belőle. Igen, ám, de a program, amit nyertünk, elvár tőlünk, hogy legyen legalább 5 fegyverünk, a többit megrendeltük egy fegyvertisztő kovácsnál. Ugyanúgy ezt a szabját is, amit szintén büszkén hordunk és mutatunk, tehát ez már csak olyan makett, tehát nincs kiélezve, de ahhoz, hogy a korhűség szerint tudjunk szerepelni majd holnap a közönség előtt, a korhűség szerint tudjam felolvastatni a brezáni kiáltványt, vagy tudja korhűség szerint hagyományokat avatni a Rákóczi sejemzászlajára, tehát szükség van az oldalamban ilyen fegyverekre is. És akkor úgy gondoljuk, hogy a nézők ott van, velünk együtt figyel, együtt énekel a Csinompalkó Csinomjankót, hát biztos fog utazni egy jót, egyenesen 306 évet vissza 1703-ban. Igen, 1703 és 1711 között a Rákóczi szabadságharc zajlott, és a hősökre emlékeztek ilyen módon. Én úgy gondolom, csak néhány percünk van a beszélgetésből, én úgy gondolom, nem azért, mert itt ülsz velem szemben, tehát az, hogy a következő generációnak átvinni, megmutatni, olyan mestereket találni, akik a korhű dolgokat vissza tudják ilyen módon adni, le a kalappal előttetek, mert reméljük, hogy tényleg a fiatalok is ott lesznek, és elmeséljük, hogy emlékszel 2009-ben milyen volt? És ez a jó benne, szóval ez... Ez egy játékos tényleg... történelem múlva több napon keresztül. Pontosan, és megkezdte a réteget még most ragadnunk nekünk, a korosztálynak, mert nem, akkor nekik ez már teljesen ismertelen, ezt is nem lesz később motivációs lehetőségünk arra, hogy ők is így ünnepeljen, mint amit ünnepeltünk. Kellenek ez ünnepek, hogy legyen utókornak is mit ünnepelni, és hogyan ünnepelni. Mennyire tudják azt mondjuk Győrben, hogy Tarpán ilyen módon emlékeztek? Tudjátok propagálni? Győrig még nem jutottunk el, de azért viccesen, de már kicsit komolyan is mondom, hogy ha itt tudunk haladni, előbb-utóbb meg kell szereznünk egy Krusz Lavansz világtalálkozót is, és miért mehetnénk egy Győrön keresztül, akár Bécsbe, vagy Sönrő kastélyba, és ott egy kis népi játékot összehozni. De hogy jönnek-e Győrből, vagy Sopronból, tehát tudják-e?
reméljük, hogy azért Budapestre már jönnek. Budapestre már jönnek, érdeklődők, családtagok, vagy látják a televízióban, azért egy-két országos tévés megkeres bennünket, és egyre bővül mind a csapatom, hála Istennek, most vagyunk 30-an, 30 korhű ruha, 31-es, stb. De már tapasztalom, hogy vannak jelentkezők, hogy polgármester, hogy Béla, hogyan lehet a csapatba kerülni? Nekem van egy ilyen budgyos fehér nadrágom, van egy régi fegyverem, mi kell még hozzá, csapattag legyek? És elmondom, mi kell hozzá. A lelkület, a lelkesedés, a meggyődődés, és némi kis képesség a játékra. Hogy nem is játékra, arra, hogy mondja azt, hogy vivát Nyíregyháza, vivát Tarpa, ami akkor ugye mindenképpen egy ilyen lelkesítő beszólás. Ez szép végszó. Te a család felett nem nézted még végig? Már hogy nem voltak rokonaid 1700 környékén? Ne legyek nagy képű, de hogy a képre is ránéztek, és a bajosz rajtam ott, ugye, és anyám még, anyapám még, anyáim mesélik, hogy bizony valami közöm nekem is lehet, ugye bizonyos, ha nem is egyenes, de oldalág leszem ottként, valahol én is ott szerepelek ebben a családfában. Ki kell most már előbb nyomoznom, mert ahogy mondtam nektek, a hitelesség a fontos. Én úgyis hitelesen tudok beszélni, szerepelni magam nem színészi, de emberi képességével, hogy hiszem Balon Tarpának a múltját. Pláne akkor, hogyha kiderül, hogy esetleg valami tényleg vércsordogán benne lesz a más. Sok látogatót kívánunk akkor. Már a holnapra kíváncsi leszünk a véreredményre, vagy hogy jó. Csak annyit még, hogy szeptemberben pedig 6. Szatmár Beregli Szilva nap, az új pálinka ünnepe. Erről majd a később adásban beszélgetünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen módon elkényeztettél bennünket. Egészségünkre. Egészségetekre. Vévát Nyíregyháza, vévát Tarpa. Köszönöm szépen.